Ez mesébe jövő. Elindulunk egy úton, külön a saját utunkon, aztán mind a ketten veszük a sátorfánkat, visszük a hamupra sült pogácsát, és akkor megérkezünk egy ilyen Isten háta mögötti helyre, ahol ott van gyönyörű természet, minden élet érezhető, és azt aztán utána összetalálkozunk, de hogy ehhez az kell, hogy ott hagyj valamit magad után, vagy magad mögött, hogy aztán valami úgy tudjon elindulni. De hogy ehhez meg kell hozni a döntést. Tehát az, hogy a városból kimész az 56 hektárra, azért az nem ugyanaz. Nekem két éve adott meg az a lehetőség, hogy vidékre leköltözzek egy gazdaságban, és állatokkal foglalkozzak, és végre azt gondolom, hogy kiteljesedjek az önfenntartás irányába, és a nyugalom szigetét találtuk meg itt Gamlán. És valahol én azt gondolom, hogy ezért kellett a világra születni, hogy együtt, közösen olyan dolgot alkossunk, nem feltétlenül elsősorban a társadalomnak, hanem elsősorban nekünk, a családunknak, amit valószínűleg egy nagyvárosban nem tudnánk megtenni kétkezi munkával. Meg szerintem egyébként az is nagyon nagy lépés a mai világban, hogy kiléptünk Budapestről, illetve Pécsről, és egy olyan kis községben vagyunk jelenleg, ahol életvitelszerűen 201 ember lakik, és ennek nagy része nyugdíjas. Tehát, hogy fiatalok nem nagyon, vagy elvétve. Tehát, hogy szerintem már ez is nagy lépés, és ez nyilvánvaló, hogy olyan nagy lépés, de lehet, hogy olyan nagy, mint külföld, de hogy mégis azért léptünk valahova. Dolgoztunk egy biodinamikus gazdaságban, ott találkoztunk. Na most én miután a multit ott hagytam, mert 4 évet dolgoztam egy multiban, ahol elég sokat fejlődtem egyébként, tehát azt lehet mondani, hogy arra jó volt, hogy megismertem a határaimat szellemi munkabírás területén, de egy idő után ez már kevés volt, és átfordult, és elkezdtem visszafelé fejlődni, mert nem voltam, én azt gondolom, valójában odavaló. Tehát biztos megvan az ember, megvannak azok az embertípusok, akiknek ez jó, és nekik ezt kell csinálni. Én azt gondoltam, hogy én nem ez leszek. Ezért ott hagytam a multit, és egy teljesen más fába vágtam a fejszémet. Azon gondolkodtam, hogy mit kellene csinálnom egy pár hónapig. Aztán jött is egy lehetőség, ami igazából teljesen véletlenül történt. Elmentem egy tőlem 200 kilométerrel lévő tanyára, egyszer csak fogtam magam, megnéztem magamnak az milyen, mert fizikailag akartam dolgozni, mert eleget ültem a számítógép előtt, és éreztem, hogy már nem érzem jól magam a bőrömben. Kellett a fizikai munka, és ott viszont azt megkaptam. Na most az, amikor reggel 5-kor fölkelsz azért, hogy odaérj 6-ra a tanyára, ahol ott van mondjuk 30 tehén, amit meg kell fejni, utána ott van 100 mangalica, amit meg kell etetni, ki kell almolni, és az egész nap kint vagy a természetben, és érzed magadon az időjárást, az életet igazából. Tehát, hogy egy teljesen más szemszögből látsz rá az életre. És részévé válsz valójában ezáltal, ami sokkal nagyobb élményeket tud szerintem szerezni, legalábbis az én számomra. Én egy állami rendszerű munkáról váltam el Pestről, a mókuskerékből, és én nekem mindig is ott voltak az állatok az életemben, most is itt vannak, tehát napi szinten itt vannak, és én ezért hívtam föl a tanyának a gazdáját, hogy kell-e egyáltalán kétkezi emberi melós, mert elegem volt Budapestből, és azt gondoltam, hogy ha most nem váltok, akkor nem fogok tudni váltani. És hál' Istennek igen mondott, és azonnal mentem le, tehát hogy nem volt bennem ez kérdés. És tényleg, amit a Tomi mondott, hogy azért a természet, ami tud okozni egy fizikai melósnak, az nagyon durva. Tehát, hogy nem volt ugyanolyan napom, vagy naphunk, hanem mindig volt olyan dolog, amit azonnal meg kellett oldani, mert különben nem haladt a munka. Ez lehetett egy tőgyulladás a teheneknél, vagy lehetett egy malacssérülés, vagy egy borjussérülés, vagy egy ellés, ami az élet része. Egy élet része, és közben meg olyan fantasztikus élményeket ad, maga egy ellés, vagy abban, hogy segíteni kell egy bocinak, hogy világra jöjjön, hóban, fagyban, vagy 30 fokban, hogy egyszerűen tehát most is beleborzongok, de hogy tényleg, tehát, hogy durva. És az, hogy tényleg télen a -20-ba úgy megküzdeni bármivel, hogy 5 perc alatt befagyott a vizes csap, ha nem zártad el, mert nem voltál ott abban a pillanatban, és utána már úgymond várhattad a jó időt, vagy várhattad, hogy kiolvadjon, és azzal úgymond azon a télen nem tudtál locsolni, vagy nem tudtál itatni. Tehát, hogy mindenkinek ott azonban következménye van, és nem az, hogy 1 hét, 2 hónap, vagy bármi, hanem azonnal visszacsap a természet. Nekem a legnagyobb csapás vagy harc az a saját szüleimmel volt. Tehát, hogy ők néztek furán azért, hogy én a kétkezi melót választom a gyermekvédelem helyett. Amiért megtanultam, amiért jártam főiskolára, meglett a diplomám, tehát, hogy ők becsülik ezt a szakmát, és hogy miért választok egy állatgondozói részt, vagy miért döntök így, és amivel nagyon-nagyon sokat szekáltak, hogy fogom én megtalálni a páromat egy tanyán falusi emberek között, kétkezi dolgos emberek között, és tehát, hát így. Hát így, igen, de hogy ez, tehát hogy igen, nekem ők voltak a nehézségeim. Volt a választási lehetőség, hogy most akkor maradunk-e abban a körben, ahol nagy nehezen valahogy megvoltunk, és ahol valamilyen szintű biztonság van, mert azért ott biztos volt az, hogy a Julinak is volt állása, nekem is volt állásom. És ott volt a családom. És ott volt az én családom is, akik ugye támaszt nyújtanak. Viszont itt volt Ganna is, ami meg egy teljesen új dolog volt, és akkor mivel nem nagyon tudtunk dönteni, mert mind a kettő mellett szóltak érvek, ezért azt csináltuk, hogy leírtuk Ganna mellé is a jót, meg a rosszat, meg hosszú etény mellé is, ez ilyen hülyén hangzik, de tényleg ezt csináltuk, leírtuk. És az volt a nagyon érdekes az egészben, hogy úgy tudtunk dönteni, hogy rájöttünk, hogy igazából ami Ganna mellett rosszként szerepel, az csak és kizárólag a félelmeinkből fakad. Azból fakad, hogy nem ismerjük új a környéket, ahogy mondjuk Pécset, vagy Hosszúetényt, vagy az ottani embereket. Nincsen, nem volt akkor még, azt nem lehetett tudni, hogy mit fogunk itt konkrétan. Tudtuk, hogy itt van egy vendégház, de tudtuk, hogy ezzel foglalkozni kell, nem tudtuk, hogy be fog elindulni. Egy csomó kérdés volt a fejünkbe, de ez mind olyan kérdés volt, ami a félelmeinkből fakadt. Tehát, és amikor erre rájöttünk, és rájöttünk arra, hogy ez, hogy miért gondoljuk Annát rossznak, csak és kizárólag ezért, akkor úgy döntöttünk, hogy jó van, akkor belevágunk. Azzal a gondolkodással, ami próbálunk képviselni? De egyedül érzem magam. Tehát, hogy azért is örülök annak, hogy ide költöztünk, és visszavágtunk a Bakonyba, mert egy 20-30 kilométeres körbe itt van a tanya, itt van a tanyán lévő barátaink, kapcsolatrendszerünk, aki ugyanazt a gondolkodást és ugyanazt a szellemiséget képviseli, amit mi szeretnénk képviselni. Ez egy nagyon-nagyon nagy könnyebbség. Látjuk azt, hogy mifelé haladunk, tudjuk azt, hogy hova akarunk eljutni, és azt gondolom, hogy vannak olyan jó példák, akik ugyan nincsenek a közvetlen környezetünkben, viszont tudunk róla, hogy működők képesen el tudják tartani például a család, saját családjukat, és még mondjuk 110 másik családot. Tehát mondjuk most például az Olékra gondolunk, ők például egy tök jó példa. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogyha mondjuk én azon gondolkodom, hogy én egy közösség által támogatott mezőgazdaságrendszert szeretnék létrehozni. Most jelenleg... Okay. Mondjad. Nem csak, hogy én úgy értettem az egyedül létet, hogy mondjuk az 50 kilométeres körül. Tehát, hogy oké, hogy ismerünk olyan családot, igen, aki önfenntartó, és 140 családot pluszban még ellát. Tehát vannak ilyen csodák, mert ezek fantasztikus dolgok, de hogy itt, nálunk, Én arra értettem az egyedül érzemben. Tudom azt, hogy vannak ilyen csodák, csak hogy itt. Hát igen, a közvetlen környezetünkben még igen, de azt gondolom, hogy ezzel lehet változtatni. Igen. Én voltam önkéntes egy pécsi cigány gyerekekkel foglalkozó tanodában, nem sokáig, egy pár hétig egyébként, azután, hogy felmondtam a mutinál. Akkor ez egy ilyen útkeresés volt, hogy akkor most én pontosan mivel foglalkozzak. És akkor volt egy ilyen input, hogy akkor nekem ezzel érdemes lenne kicsit elkezdeni foglalkozni. Ami jó volt különben, mert tehát jó, az volt jó látni, hogy még az ilyen gyerekek az halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek voltak, és még az ilyen gyerekeket is nem tudom, tehát ki lehet zökkenteni talán abból a millióból, amiben ők felnőnek, és rá lehet látni arra, hogy valójában őket mi érdekli, és hogyha erre odafigyel az ember, akkor talán el tud valamit indítani abban a gyerekben, és akkor az lehet, hogy hosszú távon is érdeklődésé válik, aztán ki tudja, mi lesz belőle. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, de jó érzéssel tölti az embert, amikor azt látja a gyereken. Például. Meg aztán a tanyán is volt egy közösség, amiben mi részt vettünk, de egy biodinamikus tanyán dolgoztunk, ahol összeismerkedtünk, és az egy teljesen más létforma egyébként, szerintem, mint egy akármilyen másik munkahely érdekes módon, mert ott az emberek azért reggel 6-tól este 6-ig ott vannak egymás mellett. Más munkahelyen is, de nem ilyen testközelben, meg nem... Nem vagy ennyire meg talán nem vagy ennyire ráutalva a másikra, igen. Tehát ott vagy 56 hektáron, ott vagytok, mit tudom én, 7-en vagy 8-on egy nap, és el kell végezni minden munkát, és meg kell tudni bíznod a másikban annyira, hogy te azt a munkát elvégezd. Tehát most... És úgy, hogy se te, se ő, és sem az állatok ne sérüljenek abban a dologban. Hogy a végtermék meglegyen, vagy a végkifejlet meglegyen. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mit jelent nekem, vagy nekünk a pénz. Én sose tudtam ezt a fogalmat megfelelően kezelni. Nem is szeretem magát a pénzt. Tudom azt, hogy szükség van rá, tudom arra, hogy szükség van arra, hogy megéljünk, és tudjak valamit tenni az asztalra a Tominak. Meg szerintem az is érdekes, legalábbis számomra érdekes, hogy én Pesten a diplomámmal sokkal kevesebbet kerestem, mint a tanyán fizikai melóval. Egy sokkal kisebb, tehát egy fele ekkora házat néztünk legelőször, és csak sajnos elkelt, és így jött szóba ez a hatalmas csoda, és illetve azért is jöhetett létre, mert volt egy nagyon nagy alkuképesség, ebben az árában volt egy alkuképesség, és végül is így jöhetett ez szóba. Illetve az is nagy segítség volt, hogy nekünk egyről a kettőre kellett költözni, hiszen az albéletünk megszűnt, és lépnünk kellett, és két kocsival, meg egy kutyával költöztünk, tehát hogy igen. És maga az, hogy van itt a falusi turizmus, ez egy nagy része az anyagi oldalnak, vagy nem? Tehát igen, egy nagy részét képezi. A falusi turizmus az a szezonban nagyon jó, hogyha működik, igen, de hát ugye ezt fel kell tartani, ezzel foglalkozni kell. Tehát itt a bútorok azok az előző tulajt dicsérik, mert ő válogatta őket össze, és ezt nagyon szépen köszönjük neki, hogy itt hagyta nekünk. Tehát ő nagyon szép bútorokat válogatott össze az ország minden tájáról, felújította őket, és korhűen van jelen a házban a gerenda szerkezetes plafonnal. Nagy érték, tehát ritkaság szerintem ilyen bútorokkal, meg szobákkal, meg úgy egyáltalán komfort, mert ugye mellett ott van a komfort, és nem csak a tradíció, hanem a komfort is ott van, hogy van meleg, hogyha hideg van, akkor be lehet fűteni, nem kell hozzá fát vágni, hanem gázfűtés van, tehát van fürdőszoba, konyha mindenhol. Tehát ezek olyan dolgok, amik miatt az ember talán könnyebben dönt mondjuk egy ilyen mellett, mint mondjuk egy olyan mellett, ahol mondjuk csak egy konyha van három szobára, vagy egy fürdőszoba van három szobára, tehát hogy ezek ilyen. De és ez azért is jó, egyébként mi azt ugye mondtuk, hogy mi ezt nem terveztük, hogy mi vendéglátással szeretnénk foglalkozni, de aztán már adta magát a dolog, amikor ezt megláttuk, mert beleszerettünk különben első pillanatra, csak tényleg nem gondoltuk, hogy a miénk lehet. De aztán a miénk lett, hála a családunknak és a segítségnek. Ez egy, ugye a szellemi, amiről korábban beszéltünk, a szellemi és a fizikai munka mellett, vagy az fizikai szellemi lét mellett, ez egy harmadik, ez egy ilyen lelki lét lehet, ami úgy kiteljesíti talán így az egészet. Tehát, hogy enélkül lehet, hogy hiányérzetünk is lenne, hogyha ez nem lenne. Úgyhogy ha véletlenül is, vagy nem is tudom, hogy miért, de hogy ez így alakult, az végül is végső soron nagyon jó nekünk. Mert így azért sokkal erősebb a kapcsolatunk az emberekkel, a külvilággal, mint mondjuk másoknak, akik esetleg falun élnek, vagy nem tudom. Igazából azt is mondhatjuk, hogy házhoz jön a kommunikáció. Igen, házhoz jön a kommunikáció, meg az emberi kapcsolatok, hogy... tehát... És hogy eszmét tudsz cserélni olyan emberekkel, akik vagy és sokszor ország, nagyon érdekes dolgok jönnek föl egyébként, más kultúrákból is jönnek sokan. Hát vagy országon belül jönnek, vagy külföldről is jönnek, tehát igen. hogy olyan látószögeket tapasztalunk meg, vagy csípünk össze, amit egyébként szerintem nehezen lehet. Tehát, hogy volt olyan csapat, ahol 10 nemzetiségű ember sereg ült összesen le. Annyian voltunk bizony. És voltunk 16-an? És voltunk összesen 16-an, vagy 17-en, ja. Tehát, hogy egyszerűen nagyon jó érzés. Igen, az jó érzés, tényleg jó érzés. Nem tudom, én kettő kívánságom talán még lenne, a harmadikban még el kéne gondolkodnom. Szerintem az egyik az mindkettőnk számára fontos, a család és a gyerekek. A második az, hogy ettől lehet, hogy a Tomi kicsit borsózni fog, még több állat. Igen, nekem is a gyerek jutott be először.